A Vászbau Kupa az egyetlen torna, amely a megye egyben meghatározó csapatok randevúznak, a Dombóvár kivételével, valamennyi el is fogadta az idén a meghívást. Ennek a Vászbau Kupának mindenképpen más és jóval nagyobb jelentősége van, mint bármely egyéb ilyen kispályás téli tornáknak, mert ott különböző baráti társaságok összeállnak és csinálnak egy kupát a maguk örömére. Ez konkrétan megye első osztályú csapatok odaigazolt játékosaiból szerveződhet, és komolyan szolgálja az adott csapatok fölkészülését. A Bonyhád, a Tamási, a Tolna, a Bátaszék, a Kakas, az egyetlen megyei NB3-as csapat a Szekszárdi UFC is ott volt a parketten. És ahogy már nem egyszer, borult a nagypályás papírhalma. Régen, a kupa 18 éves történetében a Szedves írta át többször is a papírhalmat. 2020-ban pedig a kis Tevel fricskázta meg sorra a nagyokat. Az elődöntőben például a Pirosfehérek az UFC-t győzték le, nem is akárhogyan 6-2-re, és a parketten is nagyon jó, egységes Bonyhádon is kifogtak a döntőbe. A végeredmény Tevel-Bonyhád 3-2, Tevelre került a Vászbau Kupa.